Egészen elképesztő a Red Dead Redemption 2. Már több mint 20 órát játszottam vele az elmúlt pár napban, de még mindig nem tudom eldönteni, hogy jó játéke. Vagy hogy egyáltalán játéka abban az értelemben, hogy a Fortnite vagy a SimCity az. Ez egyszerre egy vaskos történelmi nagyregény, egy véres rablógyilkosság szimulátor, a világ legrészletesebb lóápolási enciklopédiája, és a valaha készült legnagyszerűbb digitális műalkotások egyike. A Red Dead Redemption 2 az 1800-as évek legvégén játszódó western, ami az Egyesült Államok néhány képzeletbeli helyszínén meséli el a törvényen kívüli Van der Linde banda történetét. Ez egy open world game, azaz többnyire szabadon lehet lovagolni a hatalmas területen. A fő történetszálat kb. 60 óra végig zongorázni, de a világot igazán alaposan bejárni még ennél is több idő. 1899-re, amikor a játék kezdődik, a vadnyugati világot lassan felváltotta az iparosodó, civilizálódó Amerika. A történet középpontjában lévő Van der Linde banda éppen ezért nem különösebben pekhes vagy valami összeesküvés áldozata. Egész egyszerűen eljárt felettük az idő. A vadnyugati korszaknak egyébként hivatalosan 1916-ban lett vége, amikor az Egyesült Államokban kirabolták az utolsó postakocsit, de már 20 évvel korábban, az 1800-as évek legvégén sem volt népünnepély a pisztolyhősök és a banditák élete. A Van der Linde banda tagjai egy olyan világba vágynak vissza, ahol még nem épült ki az állam, ahol még nem nagyon voltak törvények. Ahol az ő legszűkebb közösségük erővel bármit elvehetett, amit csak akart. A banda tagjai egyre görcsösebben és erőszakosabban próbálnak ragaszkodni régi, törvényen és civilizáción kívüli életmódjukhoz, csak hogy a civilizáció és a törvény már régen legyőzte a vadnyugatot, és csak idő kérdése, hogy mikor éri utol őket. I enjoy society. Tulajdonképpen Van der Lindék kudarcra vannak ítélve, a történet pedig a játék legelső pillanatától ennek a kudarcnak a kibontakozásával foglalkozik. Ez a megközelítés már önmagában is komolyabb, mint a számítógépes játékok többségé. A Red Dead Redemption szereplői ráadásul egyáltalán nem pozitív hősök, hanem a legjobb esetben is talajt vesztett, zavart, néha erőszakos emberek. A kudarcok sorozatán átvezető alaptörténet mellett például sokszor emiatt sem igazán jó érzés a bőrükbe bújni. Van néhány pillanat persze, ahol a játékos dönthet emberségesen, megkimélhet egy legyőzött ellenfelet, adhat egy kis pénzt egy koldusnak, kiszabadíthat egy vadászt a medve csapdából. De azért nagyjából a mindennapi rablógyilkosság az a morális habarcs, ami összetartja ennek a történetnek a szereplőit. Persze ez nem teljesen újdonság, mert hát eddig is voltak erőszakos játékok. Az a különbség, hogy itt a történet, a szereplők és a környezet mindezzel foglalkozik, az erőszakra reflektál és igyekszik szembesíteni a játékost a következményekkel. A nyitott világ és ez a környezet elképesztően részletes. A természet fantasztikusan szép, amely ezerféle növény és állat, nagyon változatos. Északon huborított a hegyek vannak, befagyott tavak, medvék, farkasok. Alatta van egy hatalmas préri bölénycsordákkal, és délen pedig ködös mocsár, krokodilokkal, aligátorokkal. Ebben a játékban még a lovak herét is leanimálták, hogy a hűvös időben megfelelően töppedjenek össze a hidegtől. Amennyire gyönyörűek az erdők, a mezők, a ligetek, annyira folytogatóak, koszosak, sárosak az ember települései. Ezt a játékot 7 éven át összesen több mint 3000 ember készítette, és csak becslések vannak, de akár 100 milliárd forintba is kerülhetett a fejlesztés. Nem sokan a megjelenés előtt kiderült, hogy volt egy pár dolgozó, aki heti 100 óránál is többet dolgozhatott a projekten. Még ha ez a 100 óra egy ritka és elszigetelt jelenség volt, akkor is van ebben valami késői kapitalizmus, hogy éveken át több ezer ember dolgozik, hogy aztán milliók a foteljeikben ülve, gombokat nyomogatva eljátszhassák, hogy az érintetlen vadonba lovat csutakolnak, meg tábortüzet raknak. A játéknak egyébként ez a része, ez a cowboy szimulátor engem nem fogott meg. Vannak olyan abszurd részek, mondjuk egy tál ételt, azt kanalanként kell megenni, tehát le kell nyomni minden alkalommal az X gombot, hogyha az ember enni akar belőle egy kanállal. Ez nagyon körülményes és felesleges. Az egész játékmenet és a történetmesélés a hihetetlen részletgazdagság miatt sokkal lassabb sodrású, mint ami a videójátékoknál megszokott. Lehet ugyan rohanni vagy vágtázni, néha muszáj is, de nem igazán praktikus. S után beleütközik az ember egy falba, vagy vágtázik az erdőben, neki megy egy fának és lerepül a lovára. Készítők azt akarták, hogy ezt a játékot komótos tempóban a világot szemlélődve játsszák, és úgy is csinálták meg az irányítást, hogy egész egyszerűen kényelmetlen legyen benne sietni. A Red Dead Redemption 2 néha értelmetlenül részletes, önmaga karikatúrájába forduló cowboy szimulátor,
de közben a digitális történetmesélés eddigi csúcs teljesítménye. Egy saját magán bőven túlmutató alkotás, ami ez a következő évtizedekben minden hasonlót mérni fognak.